Tovább folytatódnak a harcok Ukrajna keleti részén. Az orosz haderő csak lassan nyomul előre a Donbasz régióban, mivel gyakran az ukrán egységek ellentámadásaival szembesülnek. Sajtóhírek szerint visszavonulásra kényszerítették az orosz egységeket az északkeleti Harkiv városából is. Az orosz légierő azonban folyamatosan bombázza Ukrajna délkeleti településeit. Fekete füst gomolyog Zaporizsia felett. Pénteken újabb rakétatámadás érte a délkelet-ukrajnai várost. Az orosz haderő fokozta előrenyomulását az ipari Donbasz régióban, ahol jelenleg a háború legsúlyosabb csatái zajlanak. Az ostrom alatt lévő Mariupolból sok menekült Zaporizsiában keresett menedéket, többségük a város óvóhelyén húzta meg magát a bombázások elől. Mi már csak a győzelmet várjuk. Azt akarjuk, hogy jöjjenek vissza a gyermekeink és az unokáink, és szeretnénk végre valahová hazatérni, mondta egy asszony. Mariupol kikötőváros már szinte teljes egészében orosz ellenőrzés alatt áll, ám az Azovsztál acélgyár területén az ukrán erők továbbra is tartják állásaikat. Az orosz hadsereg folyamatosan bombázza az ipari létesítményt, ahol az ukrán katonák közül vélhetően sokan megsebesültek. A civileket a múlt héten már evakuálták. Nem adjuk fel, hogy megpróbáljuk megmenteni minden emberünket Mariupolban és Azovsztálban. Jelenleg nagyon nehéz tárgyalások folynak az evakuálási misszió következő szakaszáról, a súlyos sebesültek és az őket ápolók kimenekítéséről, mondta az ukrán elnök, és arra figyelmeztetett, hogy a háború és az ukrán kikötők orosz blokkádja óriási élelmiszerválságot idéz elő. Az orosz erők azonban csak lassan nyomulnak előre, mivel az ukrán csapatok folyamatos ellentámadásaival szembesülnek. Az északkeleti Harkiv környékén már több települést elfoglaltak. Nagyon örülök, hogy sikerült visszaszorítani a megszállókat a saját területükre, de jobb lenne, ha már véget érne a háború. Szeretnék hazamenni a családomhoz, mondta egy ukrán katona. A BBC értesülése szerint az ukrán csapatok visszavonulásra kényszerítették az orosz egységeket Harkiv városából is. Nyugati katonai elemzők szerint Ukrajna valószínűleg megnyerte a harkivi csatát, miután az orosz haderő két hónapos ostrom után sem tudta bevenni a másfél milliós nagyvárost. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője azonban pénteki hadi jelentésében újabb katonai eredményekről számolt be. Az orosz légierő megsemmisített egy olajfinomítót a Poltava megyei Kremencsuk térségében, valamint üzemképtelenné tett két Grad-típusú rakéta sorozatvetőt és egy amerikai gyártmányú légvédelmi radarállomást Harkiv közelében, jelentette be Igor Konashenkov. Eközben megkezdődött a tárgyalása annak az orosz hadifogolynak Ukrajnában, akit először vonnak felelősségre a február óta tartó háborúban elkövetett bűnökért. A 21 éves Vádim Sisimánért azzal vádolják, hogy felettese parancsára lelőtt egy fegyvertelen, 62 éves civilt az északkelet-ukrajnai Szumi régióban. Elfogásának körülményei és az ellene felhozott vád bizonyítékai egyelőre ismeretlenek. Az ügyész elmondta, 40 további hasonló ügyben indulhat hamarosan eljárás.